A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, mai témánk Trianon. Ugye nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen eltelt nagyon-nagyon sok idő a trianoni szerződés aláírásától, amikor hallgatás övezte nemzeti sors tragédiánkat. Aztán eljött az az időszak is, amikor a történészek odafigyeltek erre, és azért kijött számos olyan fantasztikus könyv, ami tisztába tette, hogy mi minden történt előtte, utána, mi hozta ezt létre. És hát ennek egyik alapműve, illetve három olyan alapműve van, amelyet Vízi László Tamás szerzett, írt. A Kodolányi János Egyetem rektora, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, meghívás és tisztelt. Tehát az első ugye a sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig, Trianon revízió, határkérdés, nemzetegyesítés, ez 2016-ban jelent meg, és kulcsmű mindenképpen. Aztán jött Trianon utóélete az első sikerektől a 100 éves évfordulóig, a 100 éves trianoni békediktátum születése, és most pedig itt van a kezemben a kényszernek engedve a trianoni békediktátum aláírása és ratifikációja 1920-ból. Azt hiszem, hogy ez újabb adalékokkal szolgál. No, hát csak egy rövid idézet mondhatom, sokkal szívesebben tettem volna kezemet a tűzbe és mentem volna ismét csatába, mint hogy az írótorra helyezzem kezemet és aláírjam ezt a hazánkra rendkívül megalázó békét. Ezt Benárd Ágost a trianoni diktátum aláírásával meghatalmazott barátunk. Miniszter. Miniszter, igen, egészségügyi miniszter volt. Népjóléti és munkaügyi. Népjóléti. No, hát akkor kezdjük talán azzal, hogy mi hozta létre, mi volt az indítatása, hogy így ebben a formában folytasd a Trianon könyvek sorát. Én magával a Trianon problematikával valamikor a 90. évfordulón, tehát Trianon 90. évfordulóján kezdtem el foglalkozni behatóbban, részletesebben. Megmondom azt is, hogy mi indított erre. Elsősorban az, hogy én akkor ugye, persze ma is magyar külpolitika történetet tanítok a Kodolányi János Egyetemen, és éppen a Trianon téma volt, amikor hát elmondtam ugyanazt a szakirodalomban oly sokszor használt és olvasható közhelyet, hogy a trianoni békediktátumot hát valójában két jelentéktelen személy írt alá, akik távozni akartak a későbbiekben a politikai életből, és ezt meg is tették. Szünet van, és mellém sodródik egy fiatal ember, és megkérdezi, hogy tanár úr, hát kérdezhetnék egy-két dolgot, meg lenne egy véleményem, hát parancsoljon. Azt mondja, hát én Benárd Ágosnak vagyok, a dédunokája, és nem egészen így van, ahogyan ön ezt mondta az előadásában. És akkor így felkaptam a fejem, hogy hoppát, itt valami nincs rendjén. És akkor én elkezdtem kutatni a két aláírónak az élettörténetét. Ugye a dr. Benárd Ágost, aki a Simonyi Szem Adam Sándor vezette kormánynak volt a munkaügyi és népjóléti miniszterének az élettörténetét kezdtem el feltérképezni, felkutatni, levéltári anyagok, családi szálakat felfejtve, illetve Drassi Lázár Alfréd, aki ugye meghatalmazott követés rendkívüli miniszterként, kvázi az akkori külügyminiszter, ez a Teleki Pál volt, az ő helyettese volt Drassi Lázár Alfréd, írta alá. De amit szerkesztő úr felolvasott, az a gondolat, az nagyon érdekes, hogy inkább mentem volna újra csatába, mint hogy a kezemet arra a torra tegyem. Hát nevezetesen arról van szó, hogy dr. Benárd Ágost az első világháborúban 50 havi frontszolgálatot teljesített, és ezredorvosként szolgált
a honvédségben, és rengeteg kitüntetést is viselt, és kapott meg ezek alatt az esztendők alatt, halálmegvető bátorságban az első vonalba mentette a rábízott katonák életét, sebesülteket hozott ki az első vonalból, tehát egy kiváló személyiség volt. És hogy beleástam magam ebbe az egész történetbe, nyilván ugye jött a 2010-es esztendő a nemzeti összetartozásról szóló törvénynek a megszavazását, ne felejtsük el, hogy ez a második Orbán kormány első intézkedései között szerepelt, ugye a kettős állampolgársággal együtt, ugye a Nemzeti Összetartozás napja, ami azóta ugye emléknap, és minden évben fejet hajtunk a 1920. június 4-i események előtt, és egészen más dimenzióba hozzuk, és azt gondoltam, hogy ezt a trianoni válságkezelési problematikát egy ívben kellene bemutatni, tehát 1920-tól 2010-ig, és ne felejtsük el, hogy már ott 1920. január 16-án, amikor Apponyi elmondja azt a híres beszédét, akkor ő már ad egy alternatívát a békediktátum kezelésére vonatkozóan, ugye ez pedig az, hogy kérdezzék meg azokat az embereket, kérdezzék meg azokat azt a népet, népcsoportot, akit el akarnak csatolni, és mondják ki ők, hogy el akarnak, vagy maradni akarnak. És eznek a folyamatát próbáltam én megrajzolni. Ez a könyv, amire itt említést tettél, tehát a Kényszernek engedve című kötet, ez valójában az 1919. decembere és 1920. novembere közti időszakot, tehát egy szűk egy esztendőt ölel át. Ez egy rendkívül zivataros időszaka a 20. századi történetünknek, tehát gyakorlatilag azt az időszakot vizsgálja, hogy hogyan történik meg az akkori magyar kormánynak, ugye a Huszár kormánynak a meghívása Párizsba, mi történik ebben a folyamatban, hogyan történik meg az a döntés, hogy aláírjuk a békediktátumot, kikírják alá, és hogyan történik annak a ratifikáció. És az egésznek ez a kerete, de alapvetően miután ennek a másfél évnek a főszereplői, az előbb említett aláírók, valójában ebbe a keretbe foglaltam ennek a két rendkívüli személyiségnek az élettörténetét. Ugye a Huszár kormány meghívásával kezdődik, hát az egyértelmű, hogy az egy fontos pillanat volt mindenképpen, hiszen akkor jószerivel nem tudta senki, hogy mi történjék, és az Apponyi delegáció helye közel ezt rendbe tette. Ne felejtsük el azt, hogy amikor 1919. január 18-án Párizsban összeül a békekonferencia, ugye Párizsi békekonferencia, a békék lesznek majd kint ugye a Versailles-i kastélyokban, Kis Trianonban, illetve Versailles-ban, Saint-Germain-ben és a többi. Tehát amikor elkezdődnek ezek a tárgyalások, akkor a magyar felet ugye nem hívják, mert a vesztesek nincsenek ott a tárgyaláson, és rólunk döntenek nélkülünk. Ezek a döntések már 1919 késő tavaszán, kora nyarán megtörténnek, sőt, 1919. június 19-én az akkori Népszava az már tételesen közli a Párizsi békekonferencia döntését, a várható határokat. Ahhoz azonban, hogy Magyarországot és akkor még tanácsköztársaságban, ne felejtsük el, 19. júniusát írjuk. Ugye közben jön egy nagyon komoly román megszállás, és közben ezt az időszakot, ezt az 1918. októbere és 19 ősze közti időszak, ez egy ilyen fait accompli időszak, amikor a szomszéd országok gyakorlatilag bekebelezik és elfoglalják azokat a területeket, amelyeket ők megszerezni kívánnak. És ebbe gyakorlatilag a Párizsi békekonferencia szinte szabad kezet ad. Na most nincs is elfogadott, hivatalosan az Antant által elfogadott magyar kormány, ez majd csak 1919. november második felében születik meg, ugye ez a bizonyos Huszár Károly vezette úgynevezett nagy koalíciós vagy koncentrációs kormány, és alig szárad meg a tinta George Clark aláírásával, illetve Clemenceau jóváhagyásával, amikor már is megérkezik az amerikai misszión keresztül, annak voltak ugye táviró berendezései, érkezik meg a meghívó levél Párizsba, hogy menjen ki, és vegye át a magyar delegáció, vegye át, nem tárgyalni, vegye át a békeszerződés tervezetét. Ez volt Apponyi. Na most elkezdődik, az, hogy Apponyi Albert lesz a békedelegáció vezetője,
ez akkor már szinte egészen biztos. Egyébként Aponyit nem látják jó szemmel Párizsban, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye úgy fogalmaznak, hogy Aponyi ugye 1914-ben van egy felszólalása, amikor a Szerbiának hadat üzenünk, hogy na végre, illetve ott van az 1907-es Lex Aponyi, a népiskolai törvény, tehát rossz a sajtója Aponyinak Párizsban, és valójában többen jelzik ott, hogy hát nem is kéne Aponyit fogadni, mire még egy kis Clemenceau mondja ki. A magyarok azt küldik, akiben úgy gondolják, hogy a magyar ügyet legjobban képviselni tudja. Ráadásul ugye egy kedvezőtlen béke diktátum szöveget fog átvenni, tehát Aponyinak az imázsa otthon is romlani fog. Hát pont az ellenkezője történik. Egyébként elmondanám, hogy az a béke, az a delegáció, amely 1920 január 5-én elindul Párizsba, ugye két napos egyébként a 48 órás az út. Ha megnézzük az összetételét, itt a legkiválóbb magyar szakemberek vannak, akik majd, tehát geográfusok, néprajzosok, nyelvészek, történészek, földrajztudósok, fordítók, politikusok, külügyérek, tehát egy olyan garnitúra, aki a két világháború közötti magyar politika és közélet meghatározó szereplői lesznek. És hát ugye ott van ez a bizonyos, ez a híres január 16-ai beszéd, ahol Aponyi elmondja a magyarság érdekében, a magyar nemzet védelmében azt a híres védőbeszédét, és nemhogy Aponyi negatívan, kedvezétlenül került volna ki ebből a megmérettetésből, hanem éppen ellenkezőleg Aponyinak a nimbusza, az ő ázsiója, az egészen haláláig, de hát azt gondolom, hogy napjainkig is magasan mércén felül áll, és ezt ez a bizonyos január 16-i védőbeszéd alapozta meg. És én azt gondolom, hogy itt Székesfehérváron is megcsodálhattuk, hiszen a Vörösmarty Színházban Trokán Péter jóvoltából hallhattuk ezt a beszédet, és arra azt hiszem, hogy mindenki emlékszik. És én Székesfehérvár díszpolgára is volt. És díszpolgára volt, így van. Viszont továbbra is szóba került az elutasítás, illetve az időhúzás az aláírás körül. Ennek mi a története? Hát ugye, amikor Aponyi elmondja a beszédet, akkor pár nap múlva a delegáció jelentős része hazautazik, és a válaszjegyzékek készülnek el. Ezekkel a válaszjegyzékkel aztán Aponyék visszautaznak Párizsba, átadják, és várnak, várnak, és várnak. És valójában, amikor május első napjaiban Henri ezredes, aki az az Antant összekötő tiszt volt, aki a magyar delegáció mellé be volt osztva, átadja Prasznovszky Ivánnak, egy kiváló diplomata volt, Prasznovszky volt a békedelegáció főtitkára, később az első párizsi követünk, átadja a végleges szöveget, és Prasznovszky ezzel a másnapi Orient Expressre felül, és azonnal Budapestre hozza, ott már is megkezdődik, másnap este minisztertanácsi ülés van. Mi legyen? Aláírjuk, vagy ne írjuk alá? Ez a hezitáció. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar politikai elitben teljes abban az értelemben az egyetértés, hogy nincs más választásunk. Tehát ahhoz, hogy vissza tudjon Magyarország kerülni a nemzetközi szintérre, azzal, hogy újra a nemzetközi politikába be tudjon kapcsolódni, hogy önálló létet meg tudja teremteni, és el tudjon indulni ezen a rögös úton, ahhoz nincs más választás, mint alá kell írni a békediktátumot. Hozzáteszem, így dönt a kormány, így dönt maga a békedelegáció is, tehát maga Aponyi is amellett érvel, hogy nincs más alternatíva. Emellett érvel az áprilisban a kormányba belépő Teleki Pál külügyminiszter, ezt fogadja el a Nemzetgyűlésnek a külügyi bizottsága, amelyet Ifjab Andrássy Gyula vezet akkor, és a Nemzetgyűlés is valójában tudomásul veszi az aláírás tényét. A nagy kérdés az, hogy ki vállalja fel, vagy kinek kell felvállalnia ezt a döntést. Furcsa dolog, sokan, hogyha most megkimegyünk az utcára, meg kiírja alá, vagy kiírta alá, nagyon sokan Aponyi Albertnek a nevét mondják. Hát nyilván nem Aponyi, de nem nyilván. Aponyi ugyanis vállalta volna az aláírást, hiszen azt mondta, hogy amikor elvállalta a békedelegáció vezetését, akkor ő számolt azzal, hogy neki ezt a keserű pirulát le kell nyelnie. Teleki lesz az, aki kifejezi az aggáját, hogy azután a beszéd után, amit Aponyi Párizsban mondott,
azután nem szabad Aponyinak aláírnia. Rossz üzenet a magyarság számára. És ugye Aponyi így nem lesz aláíró. De bármilyen furcsa, van egy a minisztertanácsi határozat is, amelyben egy felvetődik. Hát akkor miért nem írja alá a külügyminiszter? Ugye? Teleki Pál. És Teleki azt mondja, hogy amikor elvállaltam a külügyi tárca viselését, akkor én ezzel is számoltam, és kimegyek és aláírom. De mielőtt elutaznék, a kormányzó úr asztalára leteszem a lemondásomat, visszavonulok a politikai élettől, és van egy olyan film, és főbelövöm magam. Ez a 22-es csapdája bizonyos értelemben. Abszolút, abszolút. Na most ez nagyon érdekes, hogy miért nem lesz Teleki az aláíró? Mégse lesz Teleki. Pedig megjelenik az újságban is, hogy Teleki az aláíró. Ugyanis a Budapesten székelő francia és brit Antant megbízott azonnal a kormányzónál terem, és tiltakozik, hogy Aponyi nem, vagy, hogy Teleki nem lehet aláíró. Na vajon miért? Azért, mert ekkor még folynak azok a bizonyos titkos magyar-francia tárgyalások, aminek az a tétje, hogy a franciák kérnének nagyon komoly opcionális jogokat a magyar államvasútra, a magyar különböző pénzintézetekre, a dunai hajókikötőre és a többi. Ezeket kérik. A magyar fél pedig megfogalmazza, hogy mit szeretne ennek ellentételezése. Nyilván a békediktátum számos helyén módosításokat kérne. Most, és ennek a kulcsfigurája Teleki ezeknek a tárgyalásoknak. Most, ha Teleki távozik a politikai életből, akkor egy Párizsban francia orientációi politikusnak beállított Teleki távozik, és ezzel ez a megállapodás esetleg kutba esik. Egyébként nem sikerül megállapodni, tehát ők tiltakoznak. És ekkor a kormányzó ír egy levelet a miniszterelnöknek. Ez a levél néhány évvel ezelőtt került napvilágra, a kötetben én közlöm is szó szerint ezt a levelet, és leírja, hogy ki nem lehet aláíró. Ugye nem lehet aláíró olyan személy, aki valamilyen vezető politikai pártnak, ugye Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, Kis Gazdapárt, vezető politikusa, mert az nyilván, hát még küszöbön itt vannak a tiszántúli pótválasztások, hát úgy nem lehet neki menni egy nemzetgyűlési pótválasztásnak, hogy közben a párt első embere vagy második embere aláírt a Trianont, ugye? Igen. Nem lehet aláíró olyan személy se, aki az elcsatolandó területekről származik. Annak is milyen üzenete van? És szűkül a kör. Alig akad egy-két olyan ember, aki gyakorlatilag alkalmas vagy szóba jöhet. És közben persze, hát most úgy mondanám, hogy iszonyatos castingolás zajlik a minisztertanácsi ülésen, mert ki kellene jelölni, el kell indulni Párizsba valakinek, hiszen az időpontot kijelölik június 4-ében. Meg kell érkezni június 2-án Párizsba. És egymást ajánlgatják a miniszterek. Hát van olyan is, hogy hát menjen Benárd, mert neki úgyis olyan franciás a neve. Másik mondja, ha én tudnék franciául, én biztos, hogy elmennék. A harmadik mondja, de neki itthon kell maradni, mert pénzügyminiszter is itt pénzügyi helyzet van. Tehát egymásról pattintják le a felelősséget, és maga egyébként a későbbi aláíró Benárd is úgy fogalmaz, hogyha neki kellene aláírni, akkor inkább lemond a miniszterségről. Tehát itt egy iszonyatos nagy probléma van, hogy írja alá. És ekkor jön be az a szál, hogy a Benárd-Teleki kapcsolat. Ők ugye régóta ismerik egymást, és egészen Teleki haláláig ők nagyon jó, mondhatni, baráti kapcsolatban vannak. Hát a Piarista gimnáziumban ugye a közös évek azért meghatározóak voltak, és ugye Benárd egyik kategóriába se esik. Ugyan keresztény, de szocialista politikus, de nem az élvonalban van a pártban. És nem a elcsatolandó területekről származik, a budapesti születésű. És nekem az a meggyőződésem, bár ugye ennek nincs írásos nyoma, hogy Teleki egyszerűen rábeszéli Benárdot, hogy Ágos, nincs más választás, neked kell menni. És ekkor átmennek a miniszterelnök, a külügyminiszter, a Benárd a kormányzóhoz. És a kormányzó személyesen kéri fel, hogy vállalja el. És ő erre azt mondja, hogy engem a kormányzó úr nevezett ki miniszternek, és ha a kormányzó úr erre kér, akkor én ezt megteszem. A Drassa Lázár Alfréd helyzete ez egy más, hát ő ugye a külügyminisztérium, mondom, hivatalnoka, ő neki hivatalból valójában mennie kell. Ugyanakkor érdekes, hogy Benárd Ágost mit mondott, hiszen a ratifikációról már nagyon sokat beszéltünk, én azt hiszem, hogy az egyértelmű. Az aláírásról. Az aláírásról. Ő úgy fogalmazott, hogy 10 év távlatából
hogy állva szinte oda se nézve félváról, a szállóasztalán talált és magammal hozott rozsdás puha faszáru tollal írtam alá a békeszerződést. Ezzel tulajdonképpen ugye kifejezte, hogy mit gondolt erről, de hát ez kényszer volt. Ez így van. De mi történt itthon? Hát azok a napok, ugye a hírek késve érkeznek, tehát egy-másfél napos késéssel érkeznek a távirati irodáknak a hírei Párizsból Budapestre, de valójában az, hogy június 4-én lesz az aláírás, az egészen, az biztos volt már jóval korábban. Az időpontja is változott volt, és éppen ezért ugye azon a napon Magyarországon megállt az élet. Megkondultak a harangok, megállt a közlekedés, félárbocra engedték a lobogókat, a színházak, a mozik nem játszottak. Az iskolában volt tanítás, de most szinte bele is borsozom, mint tanárember, ha be kellett volna mennem akkor egy ilyen tanterembe. És akkor azt mondja, hogy fiúk, mi történt? A nemzeti gyász. A nemzeti gyász volt ezen a napon. És hát a későbbiekben is egyébként a június 4-ére emlékező események, azok mindig felidézik ezt a 10 éves évfordulón, a 20 éves évfordulókon. Egy mély trauma, amit az ország át kell, hogy éljen és átél. És ott van még a fekete leves, majd a ratifikáció. De ez az esemény, amit Benárd leír. Ugye vannak pici filmkockák erről az eseményről. Ugye az egész ceremónia nem tart tovább negyed óránál. A magyar delegáció rendkívül elegánsan, felöltözve érkezik meg a Nagy Trianon palotába, tehát a Grand Trianonba írták alá, nem a Kis Trianonba, lehet, hogy itt a beszélgetés elején vette a Kis Trianont mondtam, de ez a Grand Trianon palota, az a Márvány palotában történik az aláírás. Francia dísz század mellett halad el a sor, a magyar delegáció, ugye Benárd vezeti, lábhoz tett fegyverekkel. Tehát nem tisztelegnek a francia díszőrség, nem tiszteleg a magyar delegációnak, ami nem tiszteletlenség, hanem azt jelzi, hogy hadi állapot van még. A kötetnek a borítóján jól látszik az a lépcsősor, ahol felhalad, és majd lejönnek a delegátusok. Ott a francia protokoll, külügyminisztérium protokoll főnöke fogadja őket, és kíséri be a terembe, ahol már ott vannak a többi aláírók. Ugye Alessandro Milleron, francia miniszterelnök, akkor már nem Clemenceau, ugye Clemenceau megbukott, köszönti, nagyon rövid köszöntés, és akkor felszólítja a magyar delegációt, hogy láss el kézjegyével azt a hatalmas dokumentumot, azt a hatalmas kötetet, amit egyébként előző nap este, a pap folyamán már kivisznek a magyar delegációhoz, és a pecsétgyűrűjökkel már a viasz pecsétet, tehát a viaszba a pecsétgyűrűjüket már ugye nyomatát elhelyezik. És innen, vagy egy példányban van a trianoni békediktátum, tehát egy eredeti példány van, nyilván több fordítása van, ugye francia-angol fordítás, olasz fordítása is, de egy eredeti példány van. És ahogy Benárd is mondja, hogy ő a szállodában vesz fel egy ilyen fa puha száru tollat, és egyébként ott kínálnak neki egy dísztollat, és ő azt visszautasítja, és te állva oda se nézsz, de ha megnézik az aláírást, akkor egyébként sok Benárd aláírást láttam, ez egy rendkívül lendületes, és csak annyi, hogy doktor Benárd. Tehát soha nem láttam, hogy az Ágostot odaírta volna, tehát doktor Benárd, egy ilyen lendületes, szinte a dűtől alig fékezhetően írja alá. A Drasse Lázárral, Alfrida Kékét 5 évvel idősebb Benárdnál, Benárd 40 éves, ne felejtsük el ekkor, egy fiatal ember valójában. Drasse Lázár Alfrédnak le kell ülnie. Ő ülve írja alá, és ha megnézzük az aláírást, szinte érezzük, hogy remeg a keze. És utána következnek ugye a francia ABC szerint a győztes nagyhatalmak, és valójában ezzel a ceremónia le is zárul, kikísérik a magyar delegációt, ugye pont ez van a kötet borítóján. A borító egyébként egy montázs,
Tehát a jelenlegi épületre van rámontírozva az 1920-as jelenet, és amikor elhalad a 10 század előtt a menet, akkor a 10 század tiszteleg a magyar delegációnak, jelezve azzal, hogy az aláírással a hadi állapot megszűnt. Megszűnt. Mi az utóélete a két aláírónak? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Benárd Ágost ugye még a teleki kormányban is miniszter lesz, rendkívül ismert közéleti szereplő lesz, gyakorlatilag a két világháború között egy megkerülhetetlen, nem a legelső vonalban, de mindenképpen a magyar politika ismert személyisége. A 30-as években Veszprém kormánypárti országgyűlési képviselője lesz, egyébként végig praktizál, ugye ortopédorvos, a betegbiztosítás reformja, államosításának a megkezdése fűződik egyébként többek között a nevéhez. Ezt követően jönnek a 39-es pünkösdi választások, ez egy nagyon érdekes dolog. Ott előteljesen látszik a szélső jobb oldalnak, a nyilas mozgalomnak az erősödése, és talán ezzel függ össze, hogy ő nyilván itt is Teleki játszik szerepet, ugye Teleki akkor miniszterelnök már. Ő írat Szálasi Ferencnek a Cél és követelések című munkájáról egy elmegyógyászati szakvéleményt. Uh-huh. És az elmegyógyászati szakvélemény rendkívül lesújtó. Szálasira nézve, ugye, hogy elmebeteg és nem szabad a politikába engedni. Benárdról közismert volt nyilas ellenessége, és ez lesz a veszte. Hiszen 1944. október 15-én, ő akkor már Békásmegyeren épített egy villát oda, egy romtemplomot újított fel, és figyelik a házát. És bármelyik pillanatban az élete foroghat kockán, és ekkor 64 évesen elköveti életének azt a legnagyobb hibáját, tévedését, hogy mentesüljön a magyar joghatóság alól, tehát a nyilas számon kérés alól, ezért a feleségével kiutazik Bécsbe, és Bécsben belép az SS-be. És SS orvosként, ugye ő századosként szerelt az első világháborúba, most egy rendfokozattal fejtett, SS orvos őrnagyként 64 évesen bécsi hadikórházakban dolgozik, és sorra adja ki a magyar katonáknak a menleveleket, az egészségügyi mentesítéseket. Miért lép be az SS-be? Mert az SS-be való belépés a magyar törvények értelmében elveszti a magyar állampolgárságát, tehát egy idegen hadsereg kötelékébe belépve elveszti, és ezzel a nyilas igazságszolgáltatás vagy adminisztráció alól kikerül. És akkor vége a háborúnak, mint katonaviselt ember, vége a háború, elmegy leszerelni. És abban a pillanatban egy hadifogoly táborba találja magát, és itt van egy érdekes szál Székesfehérvárral, hogy azzal a transporttal hozzák haza, amiről Hollósi Kuti László vezérőrnagy úr, ugye, aki Székesfehérváron élt nagyon sokáig, egészen haláláig, és a Tordai csata híres hős, és az ő emlékirataiba, tehát a megyei levéltár adott ki jó néhány évvel ezelőtt, ugye az elején ott van benn, hogy kiket hoznak vele együtt haza Budapestre. És ott szerepel a Benártnak a neve is, Sztójainak a neve, tehát innen tudjuk. És hát bekerül ugye mindjárt az Andrássy út 60-ba, és 4 ítéletet hoznak ellene. A 4. ítélet az a jogerős a ítélet, 6 év fegyház, foglalkozástól eltiltás, teljes vagyonelkobzás, népellenes bűncselekmény. Hát ami vádat akkor fel lehetett hozni, az mind felhozásra került ellene. Jogerősen elítélték, és ami érdekes, az a szociáldemokrata Rísz István igazságügyminiszter, akivel Benárdnak késhegyig menő politikai vitái voltak, mármint a szociáldemokratákkal. Ugye itt két nagyon komoly, szöges, ellentétes politikai állásfoglalás volt például a szociális kérdésekben, és ebben ők konfrontálódtak, és Benárd beleállt ezekbe a konfrontációkba. És ez a Rísz István ad a jogerősen háborús bűnösként elítélt Benárd Vácon Benárdnak egy egészségügyi eltávozást. És Benárd Ágost eltávozik, és soha nem tér vissza a váci börtönbe,
élete végéig 1968-ig álnéven Balatonkenesén egy családnál él a feleségével. Én megtaláltam azt a házat, és megtaláltam azokat a néniket, akik akkor kislányok voltak. És kérdeztem, hogy emlékeznek-e János bácsira. Gábor János álnéven élt. Persze, János bácsi nagyon aranyos volt. És tudják, hogy ki volt Gábor János? Hát nem. És akkor elmondtam, akkor a két idős néni úgy leült a székbe, és csak nézett, és azt mondja az egyik, no, akkor már értem. És mondom, mit tetszik érteni? Azt mondja, hogy hát emlékszik rá, hogy János bácsi felesége, Margit néni beteg lett. És lehívták a faluból az orvost. És az orvos belépett a szobába, ránézett dr. Benárd Ágost, és a következőt mondta, nem kell ide orvos, itt az orvos. És természetesen nem adta fel, és 1968-ban halt meg, az új köztemetőbe temették el először, Gábor János néven, ma pedig a családi kriptában van eltemetve, de a kripta, az obeliszkre csak az van írva, hogy Benárd édesapánk, ugyanis a mai napig nem történt meg a népbírósági ítéletekkel szembeni rehabilitációja. Fia, Benárd Miklós a rendszerváltoztatás után ezt megkezdte, de elutasították, és azóta is sincs a perújra felvétel idősz, tehát nincs napirenden. Hát én most azért azon dolgozom, hogy ha tisztába tesszük az ő munkásságát, életét, akkor talán ez is el fog következni egy nap után. Hát Drassi Lázár Alfréd távozik a 20-as években a külügyből, és visszatér a szenvedélyéhez. Egy kiváló üzletember, Ibusznak lesz a vezérigazgatója, Polonia Nafta Részvénytársaság, tehát egy kifejezetten üzleti életbe visszatér, egyébként az egész család, ugye Drassi család ez. De hagyománya van, és hódolhat az írói szenvedélyének is. Na ő nem várja meg a nyilasokat és a szovjet csapatokat. Ő Bécsbe emigrál, ott is fog majd később meghalni, ott is van eltemetve Bécsbe, de van egy nagyon érdekes történet. Van egy 1948-as minisztertanácsi határozat, vagy jegyzőkönyv, amiben az akkori belügyminiszter, notabene úgy hívják, hogy Kádár János, azt javasolja, hogy hívják haza a kiváló diplomata hírében álló Drassi Lázár Alfrédot Magyarországra. Vajon milyen okok magyarázhatták ezt? Én gyanítom azt, hogy akkor majd a készülőben van a rajkper, esetleg őt ügyesen bele lehetett volna ebbe keverni. Hát persze Drassi Lázár Alfréd úgy dönt, hogy Bécsben marad, és hát ott is hal, meg ott van eltemetve. No, hát ezek olyan történetek, amelyek azt hiszem, hogy megerősítik, hogy fontos a történelemmel foglalkozni. Ez nem volt olyan túlságosan régen, tehát több mint 100 esztendő múltán. És hát én köszönöm szépen, hogy ezeket a könyveket megismerhettük ilyen formában is, és természetesen a közönségünknek is mondom, hogy érdemes majd hozzájutni, elolvasni, hiszen olyan új adalékokkal szolgál, ami azt hiszem, hogy fontos mindnyájunknak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a lehetőséget. És természetesen folytatjuk, mert nincs kétségem felőle, hogy azért lesznek még könyvek hasonlók. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora volt a vendég, az új könyv pedig a Kényszernek engedve, és hát nyilvánvaló a Trianon problémát elemzi. A Trianon békediktátum aláírása és ratifikációja alcímmel 1920-ból. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.